Köszöntöm kedves nézőinket, Heti Art című műsorunk következik, melyben mai vendégem Király Dóra, a zenész, Kiskörösváros fúvószenekarának a tagja. Köszöntelek a stúdióban. Én is köszöntelek téged és meg a kedves nézőket is. Azért hívtunk meg téged ebbe a műsorba, hogy egy kicsit jobban megismerjenek az emberek, a kiskörösiek, hiszen ugye te is kiskörösi vagy, milyen volt itt a gyerekkorod? Ide jártam általános iskolába, Petőfi Sándor általános iskolába. Igazából zenélni 8 éves koromban kezdtem, először furuján, illetve egy év után pedig már klarinéton, Fehér László tanár úrnál. 6 évig jártam hozzá klarinétozni, utána pedig Albert József tanár úrhoz pedig szaxofonra átpártoltam. Nála altszaxofonoztam, majd később pedig tenorszaxofonra váltottam. Így próbáltam mind a három hangszert hasznosítani a zenekarba is. Hogyan jött az életedbe az, hogy elkezdjél zenélni? Azt hiszem, hogy elsősök voltunk, amikor a teljes osztályt átvitték a tanítónők a művelődési központba, és ott volt egy hát ilyen zenei délután szerű, nem emlékszem rá pontosan, és ott láttuk meg a hangszereket először, én ott láttam először klarinétot is, és én eldöntöttem, hogy én klarinétozni szeretnék. És akkor édesanyám pedig be is iratott a zeneiskolába. Miért pont a klarinét? Mi az, ami megfogott benne? Maga a hangja igazából. Olyan kis nőies hangszernek tűnt, azért is gondoltam arra, hogy azt szeretném. És hát ugye már 20 éve Kiskörösváros fúvószenekarának a tagja vagy. Hogyan léptél be, hogyan kerültél be a zenekarba, illetve ez alatt a 20 év alatt milyen utat jártál be? Egy év klarinétozás után kerültem be a fúvószenekarba, akkor még gólyazenekar, illetve nagyzenekar is működött itt Kiskörösen. Egy év gólyazenekarozás után kerültem át a nagyzenekarba, ekkor voltam 11 éves, és rögtön az első év nyarán, mivel az összes próbán részt vettem, a Fuchs Attila tanár úr, akkor ő vezette a fúvószenekart, megengedte, hogy az első külföldi útra egy év zenélés után elmehessek. Ekkor mentünk Párizsba, illetve Chalon-sur-Saône-ba, egy nagy fúvószenekari fesztiválra, és én nagyon büszke voltam magamra, hogy ilyen fiatalon én külföldre elmehettem egy ekkora létszámú fúvószenekarral. Mit jelent számodra, hogy a zenekar tagja lehetsz, illetve emellett még a zene mit ad az életedhez? Mit jelent számodra az egész? Nagyon jó kis közösségbe voltam is, meg vagyok is. Ugye azért az évek alatt nagyon sokat változott a zenekarnak az összetétele. Mindig jönnek, hál' Istennek, újak is, meg most is szeretettel várjuk a új zenészeket is. Nagyon sok emlékezetes pillanat volt, főleg tényleg nagyobb koncertek után, vagy akár lehet, hogy a tavalyi minősítő koncertünket, hogyha azt szeretném kiemelni, hogy amennyit készültünk rá, tényleg nagyon kemény munka volt, sokszor ilyen 4-5-6 órás próbák voltak szinte hetekig. Amikor ott voltunk a színpadon, annyira el tudtuk engedni magunkat, mert tudtuk, hogy jó közösségben vagyunk, megtettünk mindent azért, hogy jól sikerüljön, és a minősítő koncert végén egy kiemelt arany minősítést hozhattunk el C kategóriába, 100 ponttal tudunk nyerni. Akkor gondolom, ezek a pillanatok azok, amikor úgy érzitek, hogy beérett a munkának a gyümölcse. Igen. Emellett voltak azért nehézségei? Gondolom, mindenkinek megvan a civil szakmája, nehéz ezeket összeegyeztetni? Nagyon nehéz amúgy összeegyeztetni. Most a zenekarnak szerintem körülbelül a 90%-a már dolgozik, vagy illetve egyetemen, főiskolán tanul vidéken. Szinte csak a péntek-szombati próbákat tudjuk összehozni, de tényleg ezeket is nagyon nehéz. Főleg akik Pestről járnak le a zenekarba, vagy Pécsről, illetve Szegedről, Hódmezővásárhelyről, tényleg egyre több városból tartoznak hozzánk zenésztársak, de igyekszünk mindig összehozni. Meg ez az egész társaság nagyon össze van kovácsolódva. És hát ugye az idei újévi koncerten pedig megkaptad a Breznyán Attila díjat, ezt hogyan fogadtad? Én őszintén nagyon-nagyon meglepődtem, én abszolút nem is számítottam rá, még sose kaptam ilyet, meg hasonlót se. Meg én másra is gondoltam, hogy más fogja kapni, de amikor kimondták a nevemet, én tényleg nagyon meglepődtem rajta. Mit jelent ez számodra, hogy elnyerted ezt a díjat? Én Attilával nagyon jobban voltunk, amióta átneveztük az évzenésze díjat Breznyán Attila díjra. Sokkal mélyebb érzéseket vált ki belőlünk, aki ezt
meg tudja kapni. Valahogy úgy érzem, hogy Attilához is egy kicsit most jobban kötődök ezáltal. Az a sok segítség, meg a zenébe tett szeretete. Nem tudom, amikor átvettem a díjat, az úgy teljesen átjárt ez az érzés. Gondolom ez is egy nagyon megható pillanat volt, mint amelyeket a zene is tud okozni. Számodra mit jelent a zene, inkább önkifejezés, vagy teljesen egy hobbinak indult, és később szerettél bele, ez nálad hogyan alakult? Igazából mind a kettő, önkifejezés is, meg hobbi is. Zenélés közben én nagyon el tudom magam engedni, hogy kizárni teljesen a külvilágot, és csak élvezni, hogy egyáltalán tudunk ilyet, hogy szerintem ez egy teljes kiváltság, hogy valaki tud zenélni, főleg ekkora közösségbe. Egymásra kell teljesen hangolódnunk, mind a 30-40-50 zenésztársamnak, attól függ, hogy hányan vagyunk éppen. Szerintem ez egy nagyon, nagyon jó dolog. Nehéz egyébként ennyi emberrel együtt dolgozni, vagy azért könnyen egy hullámhosszra tudtok kerülni, hiszen ahogy említetted, 30-40 emberről van szó, gondolom, igen. Ez nem kevés munka. Nem kevés munka, igen. Sokszor tényleg nagyon nehéz összehangolódni. Vannak azért elég nehéz darabok is. És hát ugye említetted, hogy klarinétozol, illetve szaxofonozol. Van esetleg olyan hangszer, amit kipróbálnál, hogy esetleg abban is megpróbáld magad? Én úgy gondolom, hogy most már elég hangszer ismeretét sajátítottam el. Tehát a klarinét, illetve háromféle szaxofonon is játszok most már. Altszaxofon, tenorszaxofon, illetve tavaly ott a szoprán szaxofonon is. Igazából azért, hogy minél jobban tudjam én is színesíteni így a zenekarnak a hangzásvilágát. Akkor mit üzennél azoknak, akik gondolkoznak azon, hogy esetleg elkezdjenek zenélni, vagy csatlakozzanak a zenekarba? Igazából nem csak klasszikus zenéket játszunk, tényleg a modern zenéig, a filmzenéken át. Igazából amit így megbeszélünk egymással, akár a Harry Potter zenéje, vagy modern Tolkien-tól kezdve bármit meg tudunk tanulni, úgyhogy motiválja az embereket az, hogy ez tényleg nem csak a klasszikus Beethoven meg hasonló zenék. Mennyire nehezebb mondjuk egy filmzenét eljátszani, mint mondjuk egy klasszikus Haydn, Mozart, Beethovent? Szerintem a nehézsége nem csak attól függ, hogy most ez tényleg komoly vagy modern zene, hanem tényleg, hogy milyen a hangszerelése, mennyire bonyolultak a fogások, milyen hangzásvilággal kell játszani, amire szerencsére Sipos Béla, a karmesterünk mindig segít minket rávilágítani, hogy mi is a helyes út. Sokszor kicsit nehezebb eljutni a célig, de mindig addig csináljuk, hogy ha nem is tökéletesen, de szuper jól szóljon, és a közönségnek is tetszen, amit csinálunk. Gondolom a zenekarral bejártátok nem csak az országot, hanem szinte a világot. Mely helyekre tudtál eljutni a zenekarnak köszönhetően? Még annó Fuchs Attila tanár úrral jutottunk el igazából a legtöbb külföldi helyre. Olaszország, Spanyolország, Dánia, Franciaország, Bulgária, tényleg rengeteg helyen voltunk, rengeteg fesztiválra hívtak minket. Főleg gyerekként, ilyen 10-20 éves korosztály között voltunk akkor a legtöbben a zenekarba, és tényleg akkora pénzügyi támogatás volt ezekre az utakra, hogy szinte fillérekből el tudtunk jutni. Voltak nehezebb helyzetű családok, illetve zenészek, akik amúgy a zenélésen kívül nem tudtak volna ezekre a helyekre elmenni, úgyhogy szerintem ez egy örökre szóló gyerekkori élmény volt, hogy ilyen sok helyre el tudtunk jutni. Később, amikor Mózer István tanár úr átvette a zenekart, akkor is mentünk Franciaországba, Törökországba, Olaszországba, csak egyre jobban fogyatkoztak ezek a fesztiválok, úgyhogy egészen a pandémiáig. Sipos Béla tanár úrral el se tudtunk már jutni külföldre, ezek most vannak tervben. Akkor a pandémia előtt azért volt részletek bőven utazásban. Milyen volt kint a fogadtatás? Általában mindig pozitív. Tényleg többször fúvózzenekari fesztiválra mentünk. Néha önállóan, néha a mazsoretteseinkkel. Tényleg mindig nagyon kedvesek voltak hozzánk. Nem is tudok most olyat mondani, ahol negatív élményben lett volna részünk. Pedig volt olyan is, amikor koleszbe, illetve templomba kellett aludnunk. Nyilván azok egy kicsit érdekesebb kalandok voltak, de
akkor gyerekszemmel nagyon, nagyon jó volt, meg izgalmas. Biztos, hogy rengeteg-rengeteg tapasztalatot szerezhetetek. A kinti zenészektől, a külföldi zenészektől tudtatok egy-két tippet, trükköt, vagy bármiféle tapasztalatot cserélni? Egyetlen egy dologra emlékszem, ami úgy nagyon megmaradt bennem. Németországban voltunk még Fuchs Attila tanárúrral, és voltak ilyen gyepsóink, amikor táncolunk, illetve zenélünk egybe. Hát ez nagyon kis érdekes amúgy. És egy másik zenekarnak a lépéseit lestük el, és utána megpróbáltuk azt itthon is megvalósítani, így a saját zenekarunkra vonatkozóan, mert addig nem látunk ilyet. És hogyha már itt bejártátok külföldöt, akkor hazánkban hány helyre juthattatok el? Rengeteg helyre eljutottunk, még a Debreceni Virágkarneválon is a felvonulásba meneteltünk. Ha jól emlékszem, akkor mazsorettesekkel együtt. Az tényleg ilyen több órás menetzenét igényelt. Ez ilyenkor úgy néz ki, hogy ugye formában menetelünk, illetve néhány helyen megálltunk, adtunk egy kis koncertet, ilyen állókoncertet, de sokszor menet közben is indulókat fújtunk, és akkor a mazsorettesek pedig táncoltak hozzá, és így haladtunk a tömegbe. Kívánom, hogy minél több kiránduláson vegyetek részt, és minősítésen, minél jobb eredményekkel. Nézőinknek pedig nagyon szépen megköszönöm mai megtisztelő figyelmüket, és tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!